A tavalyi esztendő nem a legjobban sikerült Szikszai Robert számára. A Katari Világbajnokságra nem jutott ki, az univerziádén pedig nem tudta valóra váltani érmes reményeit. Egy rövid pihenőt követően november elején már elkezdte a felkészülést Kerekes László tanítványa, mégpedig a Tokiói olimpiával a célkeresztben. Már egy kéthetes tatai edzőtáboron is túl van a nyíregyházi diszkosvető, aki bizakodva tekint a 2020-as esztendő elé. Tavaly ilyenkor ö, sérültem meg ilyen magasságba, tehát ö, annál mindenképpen jobb állapot vagyok. Ö, Tatán már dobtunk és uh, elej jól uh, sikerült, uh, úgyhogy bizakodóan vagyunk. Január végén edzőjével és a szintén nyíregyházi diszkoszvető kerekes Dórával és a súlylökű Tóth Balázsjal együtt háromhetes dél-afrikai edzőtáborba utazik Szixai Robert. Ezt követi egy portugáliai edzőtábor, majd elkezdődik a versenyszezon. A versenynaptár még nem állt össze, az viszont biztos, hogy az olimpiai szerepléshez egy 65 65,5 méteres dobásra vagy a világranglistán legjobb 32 közötti helyezésre van szükség. Az attól függ hogy mikor sikerül esetleg egy olyan eredmény dobni, amivel ugye megvan a szint, hogyha megvan, akkor onnantól kezdve nagyon a versenyeket nem kell erőltetni, ugye akkor nyugodtan lehet készülni, de hogyha nincs meg, akkor viszont arra kell menni, hogy a világ 32-ben, ugye oda pedig minél több versenyen indulni. A Tokiói olimpia után Párizsban Európa-bajnokságot rendeznek atlétikában. Szigszori reményei szerint az ötkarikás szereplés jelenti majd a belépő számára a kontinens viadalra.